Sziasztok! Székelykőnél vagyunk, vagyis hát fönt Székelykőnek azon a részén, ahol valamikor a vár állt. Sajnos ez már teljesen leomlott, már nyomokban sem igazán lelhető fel. Hát egy elég erős túra, egy jó bő 1 km fölfele a hegyoldalba. Mindenkinek csak azt ajánlom, aki megpróbálja, kijelölt útvonalon. Hát nekem sikerült letérni róla, és elég kellemetlen élményeim voltak a hasoncsúszás fölfele, aztán fenéken és háton lefele, itt ott kicsit véres lettem, a legmeglepőbb helyeken találkoztam csalánnal, két sziklafal között meredélyen épp hogy fölmászni, és akkor azt hittem, hogy vége van, és itt a tető még látszott, hogy abszolút nincs közel. Mindenek ellenére egy rendkívül nagy élmény, aki megteheti és itt jár Székelyföldön, Torockóra eljön, annak mindenképpen ajánlok egy túrát. Az este esett az eső, valamint reggel, hát óvaintettek, hogy fölmásszak, de én makacs természet vagyok, ennek ellenére azért fölmásztam, amit azért nem bántam meg. Több emberrel találkoztam lefele jövet, egyik túratársam is el is perecel, de nem lett komolyabb baja. Torockói emberek rendkívül kedvesek. A házon megszálltam, a házinéni is egy tényleg le a kalappal, nagyon jól el lehet velük beszélgetni, barátságosak. Hosszú kávét nem tudják, mi az. Legalábbis ahol én szerettem volna kávézni, kértem egy hosszú kávét, és hölgynek forogtak a szemei, hogy most én mit is akarok, de aztán végül is sikerült összehozni. A vendéglőjárak, mit mondjak, egy laza vacsorát, nyomtam egy nagyon finom levest, egyébként az ételek nagyon finomak voltak, de azért 40 lejt egy kicsit sokaltam egy levesére, egy hasábburgonya volt, egy töltött csirkecombbal és mellé egy csiki sör. Hát ez egy kicsit soknak tartom érte 40 lejt, de hát vendéglátásból élő helyről beszélünk. Az ember, ha a szabadságomban ne sajnálja magától. A boltokban mindent lehet kapni, amire az embernek szüksége van. Azt kell mondjam, hogy bőven megéri. A szállások nem tűnnek drágának, ahhoz képest, hogy milyen környezetben. Mindenképpen érdemes a faluba egy sétát tenni. Rendkívül szép házak vannak, udvarok. Sok házon van egy plakett, hogy egy elismert ház. Egész egyediek, nagyon szépek, kívül, belül. Az egész falu rendezettség benyomását kelti, látszik, hogy oda van azért figyelve rá. Karban van tartva. A házak sincsenek elhanyagolva, nem egy lepukkadt falu. És mondom, kedvesek az emberek. A magyar nyelvet mindenhol természetesen megértik, hát ugye mégiscsak ott vagyunk, ahol vagyunk. Tehát nyelvi problémája annak se lehet, aki nem tud idegen nyelveket. Mondjak még, fantasztikus a hely. Szállásom, ahol voltam, az ablak alatt kis patak csobogott, hogy én életemben nem aludtam ilyen jót, mint amit itt aludtam. Mögöttem volt majdnem 700 levezetett kilométer, egy Kolcvár túra és egy Tordai hasadék túra, onnan jöttem ide át testére. Elég fáradt voltam, de egyszerűen rabul ejti a hely az embert, és egyé válsz a környezettel, megnyugszol, kijössz a nagyváros forgatagából, tehát ez ennél jobb nem kell. Kicsit messze van Magyarországtól, de a látvány, a környezet, az egész helynek a hangulata és a szépsége, vagy varázsa, hogy úgy mondjam, az kárpótolja az embert a távolságért. Mit mondjak még? Mindenképpen, tehát aki idejön Erdélybe, az ne hagyja ki ezt a túrát. Az ide vezető utak egész jók. Tehát nem tudom az eddigi híresztelésekkel ellentétben, hogy Romániában milyen rossz utak vannak. Egy hely volt talán, ahol rendkívül kellemetlen élményeim voltak az úttal. Sok helyen új utak vannak, nagyon jól meg vannak csinálva, ezzel se lett probléma, az autópálya is épül. Tehát nem kell ilyen zerge járt a forgalmas utakon menni. Legtöbb helyen, ahol lejön az ember az autópályáról, elmegy valamerre, utána vissza is lehet természetesen menni. Én csak ajánlani tudom mindenképpen. Köszönöm a figyelmet, és minden jót mindenkinek.
Révész Pista tudósított benneteket Torockóról.